Sziasztok, Sestilinszke vagyok az Aurora Reporttal. Ebben a részben az új aszteroida modelleket fogjuk megnézni, amelyek egyelőre a Lagrange pontokon vették át a régi aszteroidák helyeit. Mielőtt azonban elindulnánk oda, vessünk egy pillantást egy régi aszteroidára, amely jel a körülkering. Azért csak egyre, mert elmértem a távolságot és most az Aurora egy kisebb szervizelésre szorul. A kitérő után térjünk vissza az egyik Lagrange pontra. Ez a pont a csillagászatban a tér azon 5 pontja közül az egyik, amelyben egy kis test két egymás körülkeringő nagyobb test együttes gravitációs vonzásának hatására azokhoz képest közelítőleg nyugalomban maradhat. Az ebben a pontban elhelyezett test helyzete fix marad a másik kettőhöz képest. Nem véletlen, hogy ide helyezték a különféle űrállomásokat, ahogy az sem, hogy itt számos aszteroidával találkozhatunk, amelyek közül az egyikre le is szálltam a kis aurórámmal és tettem rajta egy rövid sétát. A régi modellhez képest egyértelműen látszik, hogy nagyobb változatosságot tudtak elérni a méretek és formák terén, szebb, kidolgozottabb felületeket kaptunk, és ezek az új aszteroidák már alkalmasak arra, hogy elbújjunk a gyűrődéseikben. A mezőn áthaladva feltűnt, hogy néha kisméretű kavicsok csapódnak a hajónak, amelyek elporladnak, de nem tudom, hogy ez most került be a játékba, vagy már korábban is jelen volt. Végül következzen pár új aszteroida modell. Ennyi fért a mai részbe, a következő epizódban a 3.13-as frissítés 4. kártyáját, a járművekkel megközelíthető barlangokat fogjuk megnézni, hosszú és eredményes életet. Stilinski? Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski.